Az első feladat a létrán, hogy páros lábon kell végigszögdelni. Oké? Mindenhova csak egyet. El kell kapni és vissza kell dobni. És amikor azt a labdát, amit visszadobtál, én lerakom a földre, akkor jössz le a bosúról, és fogok rúgni egy labdát oda a hosszúba, és ki kell védeni. Oké? Négyzet közepén pattogunk páros lábon így. Megvan? Mint egy kapus. Én fogok vagy rúgni a labdát, jöhet vissza, mindig próbált pontosan ide visszadobni. Jó, ne csak úgy elhajítsd, hanem pontosan ide vissza. Vagy gurítom, azt hogy vesszük föl? Úgy lemegyünk. Jó, minél lejjebb nem lehajolunk, hanem behajlítjuk a térdet. Szuper. Tehát pattogunk, vagy rugom, vagy gurítom. Ez az alap. És néha fogok mondani egy színt, és ha azt mondom, hogy mondjuk, hogy fehér, akkor neked rá kell vetődni a fehér labdára, és kézzel elpaskolni, oké? Okay? Rávetődök, és kézzel elütöm, oké? Okay? Amekkor át tudsz, akkor át vetődsz, és elütöd kézzel. Vagy a kapuban, én vagyok a védő. És itt van Misibá, ő a csatár. Itt van a fenekemben. Nem tudok senkinek passzolni, kinek fogok passzolni? A kapusnak, ő segít, igaz? Szuper, hazapasszolom majd a labdát, és neked ezt meg kell játszani. Hova célszerű játszani a labdát ilyenkor? Vissza középre? Valamelyik szélére, igaz? Szuper, ott lesznek a csapattársaid, kérni fogják a labdát, ugye a kapu, tehát akkor passzoltad a csapattársadnak, ha bemegy a kapuba a labda, oké? Okay? Na, de mi ennél sokkal ügyesebbek vagyunk, hogy csak úgy bepasszoljuk, hogy tanuljuk a lövőcselt az átvétel előtt, oké? Okay? Az nagyon fontos, passzolj egy labdát és megmutatom, jó? És mielőtt átvenném, lendítek egy nagyot és úgy veszem át, oké? Okay? És minél nagyobbat lendítesz, annál jobban meg fog ijedni a csatár, oké? Okay? És annál több időd lesz. Szóval gurítom a labdát, és neked lövőcsel után át kell venni először jobbra, de nem állunk be így, szembe vagyunk, szembe velem, úgy, és akkor veszem oldalra, amikor már ott a labda, és utána bepasszolni abba a kapuba. A következőt, azt pedig a másik irányba. Majd lő. Az igen. Utolsó az 10-es volt. Az a lényeg, hogy ahogy gurul feléd a labda, már fel kell rá készülnöd, hogy meg fog pattani, irányt fog változtatni, és előre kell gondolkodnod, hogyha látod, hogy a bójának melyik felének megy neki, arról merre fele fog pattani. Ugyanúgy, ha jön a csatár felé a labda, és így áll, akkor ugye arra fele fogja rúgni, és erre fel tudsz készülni, oké? Okay? Tizennyolc labda van. Én kézből fogom neked így rúgni a kezedbe, ezt el kell kapni, jó? És miután elkaptad, be kell gurítani egyszer abba a kapuba, egyszer abba, jobb, bal, jobb, bal. 18-ból szerinted hányszor fogsz betalálni a kapuba? 17! Most korrekt leszek, jó? Korrekt leszek.
Szerintem menjek kicsit lejjebb. 12 mondjuk. Jó, 12. Aztán cáfolj rám, és legyen 17. Jó? Ha 12-t begurítasz, akkor 4 csokid van. Ha 12-nél kevesebbet, akkor már csak 2. Jó? Most van 3. Tehát 1 csoki a tét. Érted? I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so. It's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. I'm so glad I didn't get. Döntő labda. Jaj. Gratulálok. Egészségedre. Meséljetek, kinek milyen volt az edzés, kinek hogy tetszett, hogy érzed magatokat? Nekem nagyon tetszett az edzés, imádom azt az energiát, amivel Bálint beleveti magát a feladatokba. Itt pedig a végén óriási izgalmak közepette ismét veszítettem egy csokit, úgyhogy már 4 csokival jövök Bálintnak. Neked hogy tetszett az edzés? Nagyon jól. Nagyon jól tetszett? Melyik volt a legjobb feladat? Hát az a memóriás. Amikor 4 színű volt a 4 sarka a négyzetnek, és vetülgetni kellett. Szuper, maradt bőr a térdeden? Mutasd meg a kamerának, milyen bibid lett. Szuper, súlyos. De ez egy kapus életével jár, nem Bálint? Mikrofonba veszély, és akkor hallják. Igen. Ilyen a kapusok élete, igaz? Jössz még máskor is? Igen. Szuper, köszönjük szépen.